Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Gyorsan bemutatom a tenyészducunkat, Deák Dávid, Subgrain Aloft Írországból. Kezdem itt, ahol a karanténos ketrecem van, valamint ezt, mint túlfolyót használom, fertőtlenítés után itt is ugye lehet tenyészteni, etető, itató, és itt vannak a kettesével vannak elragva a tenyészek. Mindenkinek külön itatója, külön etetője, pihenési lehetőség ott fenn. Így jelenleg éppen ül a galamba tojásokon. Azt hiszem, hogy itt a négyesbe egy-két napon belül kell is lesz. Addig a párja pihen fenn. Etető. Van lenne egy rács, hogy az ember ne a mocsokba járkáljon. Itató. Ide szoktam fölírni, hogy hát alapból, hogy kikével van összeragva, mikor volt tojás, mikor volt kelés, mikor gyűrűztünk, felkészítés alatt, mikor kaptak oltásokat, hasonlók, kaják, porszívók, kiegészítők, az egészséges galambok. Itt van még egy pár, itt már látható, hogy a galamb, a fiatalok ugye 12 nap után már berakom a második csészét, és itt bent itatót használok. Nem döntöttem még el, hogy kinti vagy benti lesz. Ez igazániból mindegyik ugyanannyi időben telik, amiről az ember kitakarítja őket és föltölti. Kajába tenyészmixert kapnak, amikor már a kicsik elérik a 12 napot, akkor utána középsőbe rakok egy kis plusz proteint, hogy jobban nőjenek, de semmi extra. Itt bal oldalt ezt a kettőt, itt szoktam használni arra, hogy a nyár végével, amikor abba hagyom a tenyésztést, itt külön vannak elragva a tojók, külön vannak elragva a hímek, 15 galamb körülbelül nagyon kényelmesen elfér, akkor egy kicsit máshogy van kialakítva az etető meg az itató, de most ezt is tenyészteni használom, hogy ne álljon itt üresen. Az utolsó, az az egyetlen, ahol ugye még az első kör nem érett meg, de amikor azok leválasztásra kerülnek, akkor ide kerülnek be, addig, amíg esetleg vakcinázás, vagy megszervezem a fuvart arra, hogy elmenjenek versenyezni, vagy amelyik éppen úgy van, az itt marad nálunk, és innen fog versenyezni, amit most építünk versenyducban. A többiek azok mind, nem tudom ki őket, ők is ugyanúgy vannak elrendezve. A világítás ledes, plusz ugye a tető az úgy van megcsinálva, hogy ezek kapjanak jó sok napfényt. Egy nagyon kellemes szellőzés van itt kialakítva. A világítás időzítővel van megoldva, hogy ne kelljen kijárni, kapcsolgatni. Főleg ugye, mivel nálunk elég korán indul a tenyésztés, ezért nagyon sok időt megsporol vele az ember, hogy be tudja állítani. Tartom a különböző hozadékokat. Hát igazándiból ennyi. Csak egy gyors bemutatkozás, hogy én hogy próbálom meg. Sokat segítettek idősebb, vagy esetleg olyan sportársak, akiknek több tapasztalatok van. Nagyon sok jó tanáccsal láttak el, ugye azt mindenki tudja, hogy mi nem olyan régóta vagyunk a sportban, és ezért is csak most épül a versenyducunk idáig, csak versenyekre küldtünk tesztelepekre galambokat. Sziasztok!